Sziasztok, megint itt vagyok. A mai előadásomnak a címe az lesz, hogy rettegés és kárhozat. Magyarországon a humoristáknál szerintem annyira nem divat ez a nagyon-nagyon dárkos vonal. Szerintem azért, mert az egész ország dárkos. Mindenki depressziós. Közben meg olyan a jelenség, mint a fehér zokni fekete szandállal, hogy mindenhol ott van, de állítólag senkinek nincs odahaza. Nem. Csúnya, nekem olyan nincs, de valószínűleg van. És ha van, akkor tudod, hogy a búskomorság az nem ám olyan, mint a 13 éves Bravo Girl olvasó kislány szerint az éjsz, hogy ennyi eltüntetni, hogy fúj, szedd le! Nem, az egy csúnya ragaszkodó dolog. Külföldön, ahol a népesség annyira nem depressziós, ott szerencsére legalább a humoristák azok. Ezért én nagyon szeretem őket. A Woody Allen például azt mondja, hogy ő két részre osztja az élet dolgait, rettenetesre és nyomorúságosra. Imádom. Én nála csak egy icike-picikét vagyok pozitívabb személyiség. Én úgy gondolom, hogy az élet dolgait két részre lehet osztani, a sírósokra, meg a nevetősökre. Megjött az intellektuál humorista. Ugye? Hanvas Béla mellé az Oravec Nóra is beficcen néha. De tényleg, hát tudsz sírni, tudsz nevetni, az nem mindegy, hogy milyen arányba kombinálod ezt a kettőt. Én nagyon rossz arányba kombinálom. Én egy körömgomba reklámon könnyesre zokogom magam. Van most az a reklám, amiben az egyik kislánynak többet kell fizetni a kenőcsért, mint a másiknak. Nagyon szomorú. Nem, a körömgomba reklámon azért sírok, mert szar. És akkor van még egy harmadik dolog, amit szerintem tudsz csinálni az életeddel a sírás nevetés mellett, ez pedig a rettegés. Igen, én ezt csinálom a legjobban a három közül. Mindentől kényszeresen rettegek. Reggel, ha adok enni a macskának konzervet, azt nem lehet fakanállal, nem, mert a fakanálból egy szálka belemenne a macska konzervébe, azt a macska megenné, torkának adna és megfulladna. Minden reggel háromszor megnézem, hogy bezártam-e a bejárati ajtót. Mind a háromszor igen a válasz. Igen, igen, hülye gyerek, bezártad az ajtót. De ha nem szaladok vissza az utca sarkáról zokogva, hogy megnézzem, hogy tényleg be van-e zárva az ajtó, akkor addigra kiszökött a macska. Várja. Van nálunk otthon bojler. Normális embereknél a bojler az micsoda? Nagyon jó, az bojler. Nálam potenciális haláleszköz. Mert mit csinál a bojler? Ölgyilkol! Nem. A bojler fűt. Vízet melegít, és amikor a víz folyik belőle, picit kicsepeg, amikor melegít bele egy lavorba. A lavorból én mindig attól félek, hogy 60 fokos röppája üvem úgy pattan ki a víz vissza a falra, bele a konnektorba, hogy a konnektor szikrát kap, öcsém a másik szobába számítógépes játékozik, azt se tudja, milyen napszak van, kigyullad mögötte a lakás, nem veszi észre, és megfullad. Én minden reggel így megyek végig a lakáson, hogy mi tudna még ma megölni? És az a baj, hogy kb. Minden. Egy citromhéj is. Úgyhogy félelmeimet tompítani szerettem volna, úgyhogy én elmentem ilyen buddhista tanfolyamra, meg amúgy is európai kreatív nő 30 fele mit csinál az életével, elmegy buddhistának. Ugye, mert az így megy nyilván. Úgyhogy elmentem én is buddhistának, nagyon bejött a cucc. Azóta tényleg nem félek attól, hogy minden megöl. Azóta rettegek a karmától. Mindegy, rettegés és kárhozat az élet. Én ezt a műsort is végig rettegtem. Igen, mert életemben először stand-up voltam az elődöntőbe. De túléltem, és tök jó volt. A backstage interjút is túléltem, pedig attól is nagyon féltem. Mert én nem vagyok ez a spontán jópofa ember. De tényleg az oviba is ez volt. Jön a hülye gyerek, hogy piros az arcod, és akkor én így ülök egy óráig. Hülye gyerek már árkombokron túl van. Háromszor megépítette a Taj Mahalt kutyaszarból a homokozóban. Mikor nekem eszembe jut a megoldás, és utána megyek, hogy figyelj, gyökér! Nem, mert neked piros az arcod. Azt se tudtam el, melyik piros arcú vagyok. Szóval spontán legyek vicces, jött a riporter kollégina, teljesen jogosan megkérdezte, hogy nekem direkt ilyen színű-e a hajam.
Gondolom arra gondolt, hogy direkt a verseny miatt te. Nem, úgyhogy mondtam neki, hogy nem, de egy óra múlva eszembe jutott, hogy mit lehetett volna még erre mondani. Direkt ilyen elhajam, hogy nem, csak fejjel előre beleborultam egy luxos vödörbe, vagy koronacsakrán hányt egy csillámfaszláma. Ne adj Isten, édesanyám hempergetett meg ételfestékben, mert hóvége van, nincs pénz kajára, engem eszünk meg, de nézzek már ki valahogy. Aztán meg jött a szavazás, ez az utolsó programrendi pontom. Csinált nekünk a Comedy Central tök jó fej módon ilyen képeket, hogy tudjuk magunkat jobban promotálni. Ezek úgy néztek ki, hogy volt róla egy fotó rólam, vagy mindenkiről, aki szerepelt. Egy Magyarország szereplek logó, meg alul vízjelben a város megrajzolva. De most az enyém, az konkrétan így nézett ki. Tehát mikor rájöttem, hogy nekem ezzel kéne szimpatikussá és eladhatóvá tenni magam az emberek közösségébe, picikét levert a víz. Azon túl, hogy nem volt bizalomgerjesztő a jelenség, úgy nézett ki, mintha egy gusztustalan, büdös kazamatából ordítva előjött volna a Comedy Central és a sarkifánkos, torszülött szerelem gyermeke Toka, barátainak csak Toka néni. És mondom, azon túl, hogy Toka néni nem volt szép, én attól féltem, hogyha ő olyan, mint a gazda teste, akkor ha ő szomorú vagy ideges, akkor ő táplálkozni fog. És hát mivel megnézed a képet méretarányosan, ekkora rajta Toka néni, és ekkora alatta a parlament, picikét attól féltem, hogy ha én itt kiesek, és ez előjön, nem fánkozni fog, nem. Ő megeszi a várost, megeszik titeket, kirágja magát a gazdatestből, megeszi a parlamentet maga alól. Mondjuk azt bírtam volna, ott is vannak Tokás nénik, csak rájuk szerintem nem éri meg szavazni. Na de happy end lett. Elment a Toka néni, elköszönt az arclebernyegek Miri Papinsza, hogy itt rá már nincs szükség. Azzal köszönt el tőlem, amivel én tőletek. Kicsi, nem baj, ha te mindentől félsz. Csak legyél hozzá bátor. Hát ennek szellemébe én ma otthon égve hagytam a vasalót.